Drága magyarok, újra egy zenekari társas úton vagyunk Horvátországban, ahol felidézhetjük a 6 évvel ezelőtti zenekari bandázásnak legfőbb eseményeit. Lesz burekezés, buvárkodás és sok más egyéb, amit 6 évvel ezelőtt is csináltunk, de hát sajnos nem lehet más csinálni. A Korcsolya szigeten körülbelül 500 000 darab olivafa van. Itt vagyunk egy olajütőben, ahol egy komplett eligazítást tartottak nekünk, hogy hogy kell olivabogyót feldolgozni. Kedves nézőink, az olajütő meglátogatása után most sietünk a buvárbázisra, mert amíg Magyarországon most olyan 5-6 fok van, itt 26, és jól esik majd megmerülni. Folyamatosan lélegezni kell a víz alatt, és egyetlen másodpercet sem szabad visszatartani a lélegzetet. Vízszintes úszás, légzés, süllyedéshoz egy picit mindig kiengedsz belőle. Elsüllyedsz, ha elsüllyedtél, már nem nyúlsz a kiengedéshez, első gomba hanem hogy süllyedsz mindig egy picit, így belefújsz. Nem fog tágulni, csak a nyomás különbséget egyenlített ki benne. Ha jól kiegyenlítetted, akkor lebegsz a vízbe. Mm-hmm. Nagy test, nagy élvezet! Potato Body Divers Racing Team! Jó a kedv. Még. Édesanyja mondta, annyi szép szakma van, miért kell kett pont dobosnak lenni, fiam? Bevisznek a víz alá. Arra igen, Marko, jó? Lepe, gyere! Jó, hogy ezt nem fölfelé kell? Így fel. Igen. Jöhetnek? Ne, hogyne, folyamatosan, gyertek! Gyertek. Ez kicsit laza nekem, látod? Kicsit gyalogolni persze. Köszi, szuper! Jihá! Aloha! Na milyen? Olyan, amit képzeltél? Aha, nehéz, nehezen venni a levegőt. Nehéz ott reküzdeni a lefekszet. Igen. Nagyon nehéz. Furcsa, hát évezredek kellettek hozzá, hogy ezt ne csináljuk, ugye? A szőlőtermesztés a szigeten egészen Krisztus előtt 4. évszázadig nyúlik vissza. Megérkeztünk a buvárkodásból, hogy egy kis finom helyi fehérbort kóstoljunk, valamint horvát cicákat. Adi Endre, a tűz csiholója. A tűz ég, nem sokára parázs lesz, és sütjük a kobasicát, a csevapot. Jön még a pleskavica, a csevap után, de az a parázson sül. Ez szerintem oké, okay. De ez a legokébb, mert ez erre volt ráírva, hogy most, hogy Madi. Oké. Okay. Ez jó lesz? Uh-huh. Aki esetleg még nem ismerné, Magdi néni, Korcsolya a legkomolyabban jegyzett színésznője, itt ül velünk az asztalnál.
eszik velünk a csevapból, nagy büszkeség ez nekem, hogy az én csevapomból eszik Korcsula királynője. Jó mester lett, egy kitanult. Meg lehet enni? Meg lehet egyszer enni. Nem csak házi kosztot eszünk, hanem rendes éttermi halvacsorában is van részünk, és most az utazásunk egyik fénypontjaként ugyanabba az étterembe jöttünk el, ahol már 6 esztendőjé is jártunk. Úristen! Egyen halat meg jó is! Ez a világ legfinomabb hala. Ez a tengeri fokas. És most ismét tengeri ragadozó halakat fogyasztunk. Ez egy pagár, ami nagy durvás. Nagyon büszke, nagyon-nagyon kellemes. Salátával megbolondíthatjuk. Köszönöm szépen. Parancsolsz. Köszi. Falatozzunk. Na, itt nem lófejből készül a halászni, ezt is láthatjuk. Új arcát mutatja a táj. Esős és párás az idő, ami errefelé nem túl gyakori. Most átkompozunk a szárazföldre, a szigetről, hogy egy újabb emléket idézzünk meg 6 évvel ezelőttről. Nem néz ki rosszul. Ez pofás. Ő is velem akar jönni, gyerünk itt cica. Legyél szépen, Sándor. Szed rendben magad. És egy újabb kulináris élményben legyen részünk a Bakhuszról elnevezett étteremben. Drági mladi u Magyarskoj, crni rizsot, rizsot od kozice i lignjena žaru z blitva, dalmatinska blitva. Dobar tek. Így a klip forgatással nem leszünk elég soványok, gyerekek. Fekete-fehér nyújtott kép. Játszik a túlsúly együttes. Emelem poharam a hegy szellemére, Magdi nénire, aki 6 évvel ezelőtt is csinált nekünk bureket. Uborka saláta lenne, Magdini? Igen, de jobb hozta. Parancsol. Való zsibili. Hát ez jobb, mint valaha. Egészségére zsibili! Egészségére zsibili!